Erős zaj, kéményből felcsapó láng, ezt tapasztalták tegnap este a marosvásárhelyiek az Ázomures vegyipari kombinát irányából. A vállalat szóvivője szerint nem volt senki veszélyben. Amint ezeken az amatőr felvételeken is látható, lángoszlop csapott fel tegnap este a marosvásárhelyi Ázomures vegyipari kombinát egyik kéményéből. Közben jelentősen felerősödött a környezetben tapasztalható zaj is. Az erős zúgás késő este volt először hallható, de ma reggel is ez ébresztette a helybélieket. Az üzem képviselői szerint a hosszantartó kéményből felcsapó láng és a zúgás nem jelentett veszélyhelyzetet. Tegnap délután 4 óra körül előre nem látott üzemzavar lépett fel az egyik berendezésnél, a működését biztonsági okokból leállították. Mint ismert, az egyes berendezések leállásakor vagy beindításakor felerősödhet a zaj. A leállást követően kollégáink azonnal elhárították a műszaki problémát, és az éjszaka során újraindult a berendezés, ami ugyancsak a zaj felerősödésével járt. Hozzátette, az egyik kéményből felcsapott láng ugyanennek a berendezésnek a sajátossága, és mint mondta, ilyen még máskor is előfordult. Hangsúlyozta, mindvégig ellenőrzés alatt tartották a helyzetet. A lángoszlop nem jelentett veszélyt sem a berendezésekre, sem a kollégákra, sem a közösségre nézve. Ezek a fotók még június 10-én este készültek. Akkor ez a narancssárga színű füst kúszott a város fölé a kombinát egyik kéményéből. Az ijesztő látványt az üzem képviselőinek közlése szerint az egyik berendezés be nem tervezett leállása idézte elő. Mint mondták, az érintett berendezés biztonsági rendszere lépett működésbe.